Szerdán újabb három holtest került elő a hableány roncsaiból. A Margit hídnál egy holtest jelent meg a Duna felszínén szerda délután négy óra előtt. Nem messze a múlt szerdán elsüllyedt hableány roncsaitól. A rendőrök több motorcsónakkal közelítették meg, majd kiemelték a testet. A rendőrség azt írta, a délután folyamán a kutatásban résztvevők találtak egy holtestet a Duna-Budapesti szakaszán, amelynek azonosítása folyamatban van. Szerda reggel már felhozták egy áldozat holttestét a Dunából. Ő volt a 13. áldozat, akit megtaláltak a múlt szerdai baleset után. Az M1 információi szerint szerda délután a Dunafejér megyei szakaszán is találtak egy holtestet. A hableány kiemelése pár óráig fog tartani. Szerda délutánra megérkezett a hableány kiemeléséhez szükséges klárkádámú úszódaru Budapestre. A népszigethez, ahol gyenei gyula kapitány tartott sajtótájékoztatót. A kapitány elmondta, maga a kiemelés pár órás munka lesz, ehhez azonban megfelelő vízállás kell. A Duna jelenleg 460 centi környékén van Budapesten. A biztonságos kiemeléshez 420 centi körüli vízállás szükséges. A legjobb, ha mindez apadó víz mellett történik, mivel ilyenkor a folyósodrása sem olyan erős. Amíg a vízállás nem megfelelő. Addig nem akarják megkockáztatni a Margit hídhoz hajózást. Egyébként Mahart két hajója segít majd a kikötésben, ha oda mehetnek. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg még néhány napnak el kell telnie. Amíg meg tudják kezdeni a kiemelést. Ez 2-3-4 nap lehet, attól függően, hogy milyen tempóban apad a Duna. A kapitány elmondta. A kiemeléssel kapcsolatban a terv az. Hogy először búvárok merülnek majd le. Hogy a roncs alá húzzanak beköteleket, melyek végét az úszódarúhoz rögzítik. Gyenei szerint a kötél aláfűzés a legbonyolultabb része a műveletnek. A kiemelés sikere attól is függ, hogy a hajó hogyan viselkedik, amikor a teste elkezd elszakadni a fenéktől. De nem számítanak arra, hogy eltörik a hajótest, ezért alkalmazzák ezt a módszert. Magán az úszódarun egyébként 11 ember dolgozik. A hableányhajó múlt szerdán süllyedt el a Margit hídnál 7 másodperc alatt. Miután ütközött a viking szigin szállodahajóval. A hajón 35-en tartózkodtak, heten túlélték a balesetet. A hableányhajó balesettel kapcsolatban szerdánkora reggel felhoztak egy újabb holtestet. Ő a 13. áldozat. A műszaki mentésért felelős nemzetközi csapat egyik magyar búvára talált rá. A hajó egyik nyílászáróján áll. A mentést nehezíti, hogy emelkedik a Duna vízszintje, néhány centis emelkedésre lehet számítani. Pintér Sándor belügyminiszter szerdán. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülése után azt mondta. Végül nem a Margit híd előtt emelik ki a Dunából a hableányt.